A karcagi rendőrkapitányságra érkezett bejelentés, miszerint egy tiszabői dohánybolt hőszigetelt üvegét betörték. A helyszíre érkező rendőröknek a sértet elmondta, hogy a bejelentést megelőző percekben egy férfi megjelent az üzlet előtt, és minden előzmény nélkül ököllel megütötte az utcafront felüli ablakot, mely ennek következtében betört. Az egyenruhások megtekintették a biztonsági kamera felvételeit, és személyismeretüknek köszönhetően beazonosították a feltételezettel követőt. A férfi keresése során a rendőrök észlelték, hogy a Petőfi Sándor út, valamint József Attila út kereszteződésében lévő beton villanypóznára szerelt térfigyelő kamera kábelen a talaj felé lóg, és annak műanyag tartóját megrongálták. A dohányboltnál elkövetett rongáláskor viselt galléros pólót a kamera környékén megtalálták. Megtekintették a térfigyelő kamera felvételeit, amely rögzítette, hogy azt szintén az a férfi rongálta meg, aki a dohánybolt üvegét betörte. A helyszín közelében elfogták a jogsértőt és előállították a rendőrkapitányságra. A terhet elmondta, hogy ideges és feszült volt, majd haragját a kamerán és az ablaküvegen töltötte ki. A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették. Megállapították, hogy a 32 éves tisza bői férfit két szabálysértési ügyben is körözték, több nap elzárás végrehajtása érdekében. A karcagi rendőrkapitányság rongálás és két rendbeli garázzalás elkövetése miatt folytatja az eljárást.